A népek, települések történelmét hosszú időre megőrzik helyneveik. Míg azonban az utcák, terek elnevezése koronként, olykor politikai rendszerekkel együtt időről időre megváltozik, addig a települések környékének ősi tájnevei a hagyományokkal, népmesékkel, legendákkal együtt évszázadokon keresztül fennmaradnak. Így őrizzük mi karcagiak az Ágota, a Zádor, a Lőzér, a Kecskeri, a Tilalmas, a Kunlapos és a többi ősi földrajzi nevünket. A Határjárás című sorozatunkban a karcagi határ egyes részeinek bemutatásakor egyúttal bepillantunk elődeink életébe, de szólunk a puszta meglévő értékeiről is. Ezer 506-ban volt ugye az Ágota halomnál egy vita, ez a asszonyszállási és a karcagújszállási kunok megpüspökladány között volt. 1521-ben az asszonyszállási kunok meg a nádudvari nemesek veszekedtek ezen a határrészen, nem tudták eldönteni, hogy ki, hogyan, milyen tulajdonjoggal használja, mert használták mind a ketten, hát nyilvánvaló, hogy elég sok veszekedés meg villongás mellett. Kiszállt akkor a királyi deputáció, és megállapították a határt úgy, hogy a határ egyik pontja az Ágota halom. Indul a határ, megyen át a Disznóhalmon, a Zádor rétjén, ez az a folyó, ami már eltűnt, a Zádor rétjén, a Disznóhalmán keresztül is tart az Ecse halomig, ahonnan ezen a térképen nem látszik, és intézik tovább a határt, tart egészen Kápolnási földön a Nagydarvas halomig, amely az úgynevezett székhatár, vagyis ott találkozott Kápolnás Nagy Iván nádudvar határa, illetve azért székhatár, mert Kolbászszék, vagy a nagykunság találkozott az akkori Szabolcs megyével, ahová a fentebbi községek tartoznak. Az 1521-es oklevélben találunk olyan utalásokat, tehát már, mint mondtam, Zádor rétje, a Zádor folyónak a kiöntése átterelezett ez. Feltételezem, láthatjuk a térképen is, hogy a század előn is víz járt a rész, ma már teljesen száraz. Ekkor említik először az itt található Orgonda-Szent Miklós falut. Ennek a tulajdonosa 1521-ben, illetve Kápolnás falu, ami nem látszik, itt volt valahol, tulajdonosa a Karcag család, akiről a mi városunk a nevét kapta. A későbbiekben, a két falut későbbiekben kihalt a család, és mások örökölték meg, illetve szabadmenetelő falvak lettek. Amint látjuk, az Ecse-Zugi határrész, van Bugyogó, nem a ruhadarabról van a neve, hanem azzal indokolják, hogy nagyon vizes, örökké bugyog benne a víz, tehát így van. Az, hogy mennyire termékeny volt, azt mutatja az a kis nóta töredék, amit nagymamám még felsorolt, hogy hely bugyogó, bugyogó, ott terem a jó Fődi Magyaró, a Szíli Julis háza vendégfogadó. Na most, ahon a Fődi Magyaró terem, az nem Szántóföld, ugye, hanem. Viszont azt is tudjuk, hogy az első osztású földek, redemciós földek itt voltak. Nagyon elkaladoztunk 1521-től, ekkor rendezték a határt, ami, hogyha azt veszük, kicsinek tűnik, de nagyon nagy. Hogyha ezt a sávot megnézzük, ez nagyon sok hektár területet jelent. Jött a török időszak, a határok eltűntek, elmosódtak, árvíz elvitte őket, szükség volt az emberi emlékezetre. A nádudvari nemesek 1698-ban ismét pert indítottak. Tudni kell, hogy 1697. szeptember 12-én Karcag városát megrohantra a tatár és 650 embert hurcolt el, de azért annyira nem pusztult el a falu, hogy pereskedni a megmaradt előjáróság kimeállt volna.
a határjáró deputáció ide erre az esehalmára állt össze. Tehát az újabb határigazításhoz egy kicsit kellemesebb időben 1698. április 14-én itt az Ecsehalmán gyűltek össze az előjárók, Pest megye, illetve Szabolcs megye előjárói, a nádudvari lakosok meg a karcagújszállásiak. És ott döntöttek az Ágotától egészen innen az Ecsehalmától arra lejjebb tartó Nagydarvas halmáig a határpontok megállapításáról. Az Ecsehalma tulajdonképpen ennek az érintett szakasznak úgy durván a második harmadára esik, innen felállva nézték végig a határt. Az erre eső határrészt úgy hívták, hogy Zsámbokos rét, 1521-ben is így említik már. Itt olvadás volt, ugye április, nem tudtak közlekedni. Tehát az Ecsehalmától keleti irányba terült el az Ádor rétje, amelyet most Disznó rétnek hívnak, és a Disznó halommal. Az Ádor rétjén se nagyon tudtak menni a nagy vizek miatt, a Disznó halmán állva, tehát a mostani karcagi határba eső Disznó halmán állva döntöttek a határok sorsáról, amely akkor kapta a jelenlegi határpontokat is, már ami a nádudvari, illetve a karcagi határokat elválasztja. Az Ecsehalma azért érdekes még, mert Karcag 1724-ben a rakomazi hazatelepülés után, amikor a kunság visszanépesedett, tehát helyreálltak a falvak, határrendezést kellett csinálni, véglegesíteni kellett a határokat a településeken belül is, a kunsági településeken belül is. Akkor jelölték ki úgy, hogy Karcag és Kunmadaras között a határ az Ecsehalma, amelynek a hazúsor része, tehát ez a rész, ahol most állok, ez már Karcag, az ezen túllevő rész az már Kunmadarasé. Egyébként a határnak ez a része valaha kápolnás, egykori kunsági, ma már elpusztult falunak a határa volt. Tudni kell azt, hogy a Darvashalma és a nevét nyilvánvalóan, hogy a darvakról kapta. A táj abban az időben egészen más volt, mint manapság, hiszen, mint mondtam, Zádor rétje, Zsombokos rét, Disznóhalma, ezek meghatározzák azt, hogy mocsaras árvíz járta, zsombékos terepről van szó. A Disznó rét kifejezés pedig azt jelenti, hogy a disznó tartásnak, a sertész tenyésztésnek volt az elsőrendű helyszíne. Van egy halom, amit kanvágta halomnak hívnak, arról azt tartja a hagyomány, hogy vaddisznó tanyája is volt, hát nem tudom, de az biztos, hogy 1800-as években is a Disznó halmától hajtották be a nádudvariak tilosban járó kondáját, amit aztán jó pénzért vissza is adtak a atyafiaknak. A folyó szabályozásokkor nyilvánvaló lefűződtek azok a nagy erek ágak, amik ezeket a mocsarokat táplálták, a terület kiszáradt. Míg ki nem száradt, addig a Ecse rétjét, ami itt a halom előtti rétet jelenti, tehát az Üllőt és az Ecse rétjét Kunmadaras lakosok árendálták csíkászatra és halászatra. Ez 1804-ben még állt is ez az alku, de már akkor kezdhetett a terület egy kicsit kiszáradni, mert 1817-ben például szintén kivezik árendába, de két hónap múlva kérik, hogy hadd bontassék fel a szerződést, mert egyszerűen nincs víz, nincs hol halat fogni. A táj tehát átalakul, és ami marad helyette, az egy szikes puszta, amelynek, tehát az itt, ahol állunk, területnek az északi része, az a Hortobágyi Nemzeti Park megalakulása óta védett terület, a Hortobágyi Nemzeti Park része, szikes puszta,
szikes-pusztai élőhelyekkel és szíkimocsaras fortokkal. A Hortobágyi Nemzeti Park egyébként Karcag közigazgatási területén belül a disznórét felé szeretne terjeszkedni, úgy védett területet kialakítani, ugyanis a disznórét még a mai napig is egyharmad részben érintetlen szikes pusztát őrzött meg nekünk, több értékes madárfaj áttelelő helye. Kétharmad része már művelés, emberi gondozás, tehát szántás, vetés, kaszálás, legelés alatt van, de hát ennek a kialakítása, tehát védetté nyilvánítása gondolom, hogy hosszabb idő, illetve hogy mindenki megegyezésével, majd idővel erre is sor kerül.